A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a hivatalos pirosbetűs ünnepek közé, de már hosszú évek óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékekre, amelyeket méltán érezhetünk magunkénak. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanulsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le csekén a himnusz kéziratát. Ezen a napon különböző rendezvények emlékeztetnek minket évezredes hagyományainkra, múltunkra. Talán ezen a napon sikerül felhívni a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sikerült megőrizni. Január 22-e környékén nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények országszerte. Egy-egy program kapcsán sokan sokféle módon próbálnak megmutatni, átadni valamit kulturális, művészeti életük értékeiből. Csepelen a Nagy Imre Általános Művelődési Központban rendeztek ünnepséget, ahol az ünnepi beszédet Ábel Attila alpolgármester mondta. Különböző rendezvények emlékeztetnek bennünket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Talán ezen a napon sikerül felhívni a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékekre is, melyeket a magyar emberek magukénak éreznek. 2011 első fél éve az Európai Unió látóterének központjába helyezi hazánkat. Azt gondolom, hogy az uniót fenyegető legnagyobb kockázati tényező az egységes európai tudat hiánya. Minden, aminek identitásformáló ereje hatása lehet, az az EU-n belül kohéziót erősít, és ebben nekünk jelentős szerepünk lehet, mert a magyar kultúra sajátosságainál fogva befogadó és közvetítő kultúra. Így szólt az európai és hazai kultúra legfontosabb feladatairól Szőcs Géza, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kultúráért felelős államtitkára. E feladatokat fejti ki Jankovics Marcell, a Nemzeti Kulturális Alapbizottságának elnöke, a Nemzeti Kulturális Alapbizottságának középtávú stratégiájában. Az 1993-as alapításkor az alaptörvény szövege így határozta meg a támogatások sorrendjét. Első a kultúra teremtése, második a kultúra fejlesztése, a harmadik a kultúra megőrzése. Azaz támogatni az alkotókat, szerzőket minden művészeti ágban, majd megteremteni a bemutatkozás minél szélesebb, színesebb lehetőséget. Mindegy, hogy a művel könyv, folyóirat, színházi előadás formájában, filmen, kiállításon, konferencián, kis és nagy rendezvényen, fesztiválon vagy világhálón találkozik a közönség. Csak találkozzék. E találkozások egyik fontos helyszínei a közművelődési intézmények, hiszen a kultúra építménye piramishoz hasonló, mennél szélesebb az alapja, annál magasabb az építmény. Ezen elv nem jelent mást, mint a közművelődésének előtérbe helyezését. Végül az életre hívott alkotás megőrzése a feladatunk. A könyvtárainkban, múzeumainkban, művelődési intézményeinkben, a médiában. A stratégia korosztályi vonatkozásban középpontba helyezi a gyermekkultúra támogatását, mivel a mai gyerekekkel való törődés meghatározója az ország eljövendő műveltségi színvonalának. A mai nap, a kultúra napja akkor válik önmagunk számára is ünneppé, ha számvetést készítünk, vagy legalábbis kijelöljük magunkban, ki önmagában, hogy milyen módon kell kulturális örökségünkkel, felelősséggel bánnunk, mit, hogyan kell továbbadnunk az utánunk következő nemzedékeknek. Így lesz ez az ünnep nekünk és önöknek, a csepeli kultúra közvetítőinek, akik ilyenkor egy kicsit előtérbe kerülnek. Szép ünnepet és eredményes jó munkát kívánok önöknek, akik a művészetek oktatói, az olvasás, a könyvek megszerettetői, a múlt tárgyainak bemutatói, a képzőművészeti alkotások elinktárói, a csepeliek szabadidejének, művelődésének szervezői, helyi művészek, pedagógusok, óvó és gondozónők. Az ünnepi beszéd után Ringbauer János ismertette azok nevét, akik állami kitüntetést vehettek át a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Varjuné Horváth Edit asszony, az Eötvös József Általános Iskola igazgatóhelyettese Karácsony Sándor díjban részesült. Krassói Kornélia, Jedlikányos Gimnázium pedagógusa és Vitányi György úr, a Karácsony Sándor Általános Iskola vezetője, Németh László díjban részesült.
Ezután következtek azok nevei, akik aranykatedra díjat vehetnek majd át. Dencsné Bételki Katalin, a Lajta László általános iskola igazgató helyettese. Herzku Józsefné, a Móra Ferenc általános iskola pedagógusa. Schubert Katalin, a Kerekvilágoboda vezetője. És Szilvási Terézia, a Jedlikányos gimnázium pedagógusa. A program a kerületi iskolák diákjainak előadásával folytatódott, majd Sárkány István, a Csepel Galéria és Művészetek Háza igazgatója, Babits Mihály Esti kérdés című versét adta elő. Berzsenyi László és Anett különböző tájegységek néptánc bemutatójával lepte meg a közönséget, akik olykor aktív részesei lehettek az előadásnak. A részletekkel külön műsorban jelentkezünk.